sosem volt elég. Nem egy házat akarnak, hanem ötöt, plusz még egy elegáns luxus lakást a Park Avenue-n. És saját repülőgépet. Maga szerint ebben a szektorban indokoltak a kiugróan magas juttatások? Azt hiszem, azért a kiugróan magas talán kissé túlmerész megfogalmazás. Ez mind relatív. Van egy 14 milliós tengerparti villája Floridában, egy nyári üdülője San Valley-ben, és van egy több millió dolláros műgyűjteménye. Fold nem ment le a kereskedési terembe, folyton művészeti szakértők voltak nála. Volt saját liftje is. Sokat fektetett abba, hogy ne legyen elérhető. A liftjét saját technikusai kezelték. A sofőrje reggelente előre betelefonált, és a biztonsági őr tartotta neki az ajtót. Körülbelül 2 másodpercig lehetett érintkezni vele, aztán már bent is volt a liftben, és irány a 31. emelet. A Lehmannek több céges repülője volt. Tud erről? Igen. Hány volt? A 767-essel együtt 6, és volt egy helikopter is. Értem. Nem túl sok repülő, ez egy ilyen... Itt A-típusú személyiségekről beszélünk, és az ilyen emberek minden tudók. Az üzlet erőfitoktatássá vált, az enyém nagyobb, mint a tiéd, és csak férfiak űzték, persze. Az 50 milliárdos üzlet már nem elég, most már 100 milliárdos kell. Lobbanékony természetük van, kockáztatnak. Jonathan Alpert pszichológus klientúrájába számos magasrangú Wall Street-i vezető tartozik. A viselkedésük a személyiségük része, és ez a munkájukon kívül is megjelenik. Elég jellemző, hogy striptease bárokba járnak és drogoznak. Gyakori a kokainfogyasztás, a prostituáltak felbérlése. A VIP klub tulajdonosa szerint klienseinek 80%-a Wall Street-i típus. Nemrégiben volt egy neurológiai kísérlet, melyben egyesek agyi reakcióit MRI-vel vizsgálták. Az alanyokat olyan játékkal foglalták le, ami pénzre ment, és azt vették észre, hogy ha valaki nyert és pénzhez jutott, az agynak ugyanazt a részét ingerelte, mint amit a kokain ingerel. Sokan érzik úgy, hogy részt kell venniük az e fajta viselkedésben ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak. A Bloomberg egyik cikke szerint a New Yorki deriváció brokerek jövedelmük 5%-át szórakoztatásra fordítják, ami gyakran striptease bárokat és kábítószert jelent. Egy New Yorki broker 2007-ben beperelte vállalatát, amiért prostituáltakat béreltettek fel vele üzletfelek szórakoztatására. Egyszerűen figyelmen kívül hagyják tetteiknek a társadalomra, a családjukra gyakorolt hatását. Egyáltalán nem okoz nekik fennakadást egy prostituált után hazamenni a feleségükhöz.